Mint egy falatkenyér úgy kellett a Debrecen elleni 2-0-ás győzelem a Vidinek, hiszen Pető Tamás csapata előzőleg 4 vereséget szenvedett el a bajnokságban. A csapat rutinos védője azt mondja, ennek ellenére hittek benne, lesz eredménye az elvégzett munkának. For sure, it was a difficult period behind us. Nehéz időszak van mögöttünk, sokat szenvedtünk a játékunk és az eredmények miatt is, sorozatban 4 vereség nagyon fájó volt. De minden nap keményen edzettünk, hittünk magunkban, minden nap beletettük a munkát, szerkezetet is váltottunk, már más stílusban játszunk. Véleményem szerint a legutóbbi 2 meccse már sokkal jobban játszottunk, szervezettebbek voltunk, és a Debrecen elleni győzelem nagyon fontos volt a csapat és az önbizalmunk szempontjából is. Remélem ez most egy fordulópont volt az egész szezonra vetítve is. A fejlődés következő fokmérője szerda este szintén hazai pályán a Diósgyőr elleni Magyar Kupa mérkőzés lesz. Serafimovék a bajnokságba legyőzték a borsodiakat, de ebből most már nem lehet kiindulni. Már volt egy mérkőzésünk a DVTK-val ebben a szezonban, amit sikerült is megnyernünk, ismerjük őket, tudjuk, hogy milyen stílusú focit játszanak, de úgy gondolom egy kupamecs mindig teljesen más, mint egy bajnoki. Mindent eldönthet egy labda, egy lehetőség, egy rögzített játékhelyzet. 100%-ban koncentráltnak kell lennünk az egész meccs alatt, figyelnünk kell az ellenfél erősségeire. A hazai pálya mindenképp előnyt jelent számunkra, úgyhogy remélem tovább fogunk jutni. A Fehérvár FC DVTK Magyar Kupa mérkőzés szerdán este 8-kor kezdődik a Sóstói stadionban, a győztes a legjobb 16 közé jut a kupában.